Ugye a nagy kérdés a 2022-es választások előtt, hogy durván 2,5 évvel, hogy ez a mostani minden idők legmocskosabb kampánya volt, vagy csak kismiska, és készüljünk fel ennél is durvábbra, tehát a következő választások előtt. Egy tény, ennyi személyeskedés, alázás, mocsok, korrupció, gyanú, pornó és kokain, és persze elhallgatás egyetlen kampányban sem volt még Magyarországon. Hibáztam, és megbántam. Nekünk pedig tudnunk kell arról, hogy a nagyon keresztény konzervatív, nagyon hagyományos értékeket hirdető politikus az valójában hogyan él. Egyben biztos vagyok, hogy a szexvideók közzététele az bűncselekmény. Tehát attól függetlenül, hogy ez most véleményszabadság oldalára esne, vagy attól függetlenül, hogy a másik jogot sérti. Magyarországon ilyen kampány eddig még nem volt, ahol nem csak sejtetések vannak, vagy esetleg magánéleti ügyek, mint válások, stb., hanem valóban videón tekinthetjük meg egyes politikusoknak a magánéletét. Abban szinte biztos vagyok, hogy az elmúlt másfél év három országos választási kampányából erre fogunk a leginkább emlékezni. Azért ezek a alsó nadrág bugyi történetek se voltak benne eddig a kampányokban. A szavazatoddal küld el a közéletből a jó fenébe az összes helikopterező, kurvázó, kábítószerező, korrupt, senkiházi. A kampány végére a politikát követők közül sokan reggelente nem az újságokat és a híroldalakat böngészték, hanem a blogot és a pornó oldalakat. Vajon került-e fel újabb videó Borkai Zsolt Győr fideszes polgármesterének magánéletéről? Ha megnézzük azt, hogy a Google-ben milyen szavakra keresnek rá nagyon sokan az emberek, akkor azt láthatjuk, hogy az utóbbi napokban a Borkai szóra való keresések száma az meghaladott szinte minden más szóra való keresés, beleírva szexet, pornót, stb. Egy pillanat alatt felejtette el mindenki a Wittinghoff Tamás budaörs ellenzéki polgármesteréről kikerült videót, vagy éppen a kiszivárgott kispesti hangfelvételeket. A Borkai videó mindent vitt. Az fontos látni, hogy nem az történt, és Borkai sem azt mondja, hogy most az egyszer félrelépett. Nem, ő most az egyszer lebukott. Ő pontosan tudja, azt olajozottan megy, működik a gépezet, hogy hogyan kell ezeket az egyébként szánalmas, szegényházi kvázi orgiákat megszervezni. Most nem azt állítom, hogy nekem bejáratott módszereim vannak erre, de biztos, hogy nem a leértékelt proszekkóval, meg az egészen gagyi ilyen panellakás konyha bútorára emlékeztető cuccal állnék neki valamit csinálni. Egy teljes napra úgy tűnt, hogy pont a kampány legfontosabb pillanatában a Fidesz kommunikáció hosszú évek óta először káoszba fulladt. Borkai Zsolt mindenki nagy meglepetésére péntek délután bejelentette, hogy rendkívüli sajtótájékoztatót tart. Rögtön elkezdődtek a találgatások. Aztán a meghirdetett időpont előtt egy órával mégis lemondta. Közben a kormánypárti Magyar Nemzet Borkai lemondását követelte, de a cikket néhány óra múlva eltüntették. Nem vagyok rá büszke, és szeretnék elnézést kérni elsősorban a családomtól. Hibáztam és megbántam. Az utazásomat nem közpénzből finanszíroztam, és soha nem éltem illegális szerekkel. Bármilyen ezzel kapcsolatos hír, csak is manipuláció. Törvénysértést nem követtem el. Én szerintem rendben van, hogy egy stúdióban elmondja azokat a fontos mondatokat, amit ebben az esetben el kell mondani. Bocsánatot kér, elsősorban a feleségétől és a családjától kér bocsánatot, elhatárolódik a hűtlenségi kérdést, megpróbálja leválasztani a korrupciós kérdésről. Csak hogy ez mindezt papírról olvasva teszi. Mindezt papírról olvasva teszi. Valóban ez a hatását, az első benyomás hatását, az gyengítheti, de emberek vagyunk. Tarlós István reakciójából az látszik, hogy már a fővárosi fideszes főpolgármester kampányára is kellemetlenül hatott a Borkai ügy. Ez védhetetlen, vállalhatatlan és méltatlan. Ez az ember méltatlanná vált. Sokan sokat is tisztességesen dolgoztak azért, hogy teljesítményt mutassanak fel. Erre most Borkai úr előállítja ezt a helyzetet,
mások tulajdonképpen bizonyos mértékig az egész közössége kontójára. Én nem is tudom, nem érzi, hogy mi lenne a kötelessége? A csütörtöki kormányinfón is téma volt a szexvideó. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter szerint azonban a szabad idejét mindenki azzal tölti, akivel akarja. Ha az a kérdés, hogy valakinek, hogy az ott látható ügyek azok magánügyeke, akkor szerintem mindannyian egyetértünk abban, hogy ez magánügy. Ha az a kérdés, hogy ez helyes, akkor az az egyértelmű válasz, hogy helytelen és erkölcsileg elítélendő. Ceglédi Zoltán szerint az, hogy most ilyen kampányt élünk meg, az annak köszönhető, hogy a politikusok ma már alapvetően nem arról akarják meggyőzni az embereket, hogy az ő kormányzásuk vagy önkormányzati szerepvállalásuk az jó, vagy valamilyen boldogabb életet hoz majd el, hanem attól óvnak minket, hogy a másik hatalomra kerüljön. Én próbáltam visszaemlékezni, hogy mik voltak az utolsó olyan alkalmak, amikor azt üzente egy párt, hogy rászavazva egy jobb világ jön el, és ilyen volt a 2006-os MSZP kampány Gyurcsány Ferenccel a hátsó ülésen, amikor Matiz András szemüveg keretének elmondja, hogy miért jó az adócsökkentés, és tényleg átadott egy olyan üzenetet, hogy az ő kormányon maradása, hiszen akkor már másfél éve miniszterelnök volt, az jó lenne Magyarországnak. A másik ilyen az meg mondjuk a 2010-es LMP kampány, ami nagyon pozitív, egyáltalán nem az vetélytársakról, nem az ellenfelekről szól, nem a problémákat próbálja meg fölnagyítani, hanem az azokra adandó megoldásokról szól. A nemzetközi tapasztalatok egyébként azt mutatják, hogy összességében a szexbotrányokban nehezen vagy egyáltalán nem buknak bele a politikusok. Annak idején ugyebár a második elnöki ciklusa idején, tehát 98-ban robbant ki a Monica Lewinsky botrány Clinton elnök esetében, és ez egy átmeneti népszerűség csökkenéshez vezetett, de utána gyakorlatilag a mai napig a közeljön kutatásokban azt látjuk, hogy Clinton elnök az egyik legnépszerűbb. Vagy pedig mindenki emlékezhet Berlusconi miniszterelnökre, amikor az alapvetően katolikus többségű Olaszországban hírhedté vált a különböző szexpartikról, amire külföldi politikusokat is hívott, és sokszor egyébként kiskorú nőkkel létesített szexuális viszonyt. Ennek sem volt hatása igazából a népszerűségére. Nagyon ritkák azok az esetek a nemzetközi politikában, például Dominik Strauss-Kahn annak idején Nicolas Sarkozy kihívója lett volna, de egy szexbotrány részben ebben megakadályozta, tehát ritkák azok az esetek, amikor ennek valódi következménye lesz. De Trump elnököt is említhetném, akinek az előválasztási kampányában 2016-ban olyan hangfelvételek kerültek ki, ahol a nőkre vonatkozóan elég dehonestáló megjegyzéseket tett, és egyébként utalt a különböző szexuális afférjaira is. Sokan azt gondolták, hogy mivel Trump elnök támogatói között ott van a konzervatív amerikai jobboldal, ez nagy hatással lesz majd a támogatottságára, de végül nem lett nagy hatása. A borkai ügy kapcsán azonban nem csak a szexbotránya fontos, illetve nem feltétlenül ez a leghangsúlyosabb a történetben, hanem az Ördög ügyvédje blogban olvasható gazdasági bűncselekmények. Ami hangsúlyos, hogy a videófelvétel közzététele az mindenképpen bűncselekmény, ezt rágalmazásnak nevezzük jelen esetben, mert egy olyan tényállítás történik, ami alá van támasztva valamivel. A további bűncselekmények, amik elhangzottak, és itt csak azért nézek a papíromba, mert elég sokat összeírtam magamnak ebből, hogy miket állított az Ördög ügyvédje, aki előállt ezekkel az állításokkal. Azt mondja, hogy elkövettettek hivatali vesztegetést, annak az elfogadását, különböző korrupciós bűncselekményeket, akár kábítószerkereskedelem birtoklás, prostitúcióval, kerítéssel kapcsolatos bűncselekményeket, de ami a fókuszba került, az elsősorban a költségvetési csalás és az ahhoz kapcsolódó gazdasági bűncselekmények. Ez most állítás szinten jelenik meg ebben a közlésben, és ennek nem tudjuk még jelen pillanatban a valóságtartalmát, ezt majd a nyomozó hatóság, amennyiben feljelentés történik, vagy hivatalból észleli ezeket, eljárást fog indítani és vizsgálni fogja. Horváth Lóránt elindított egy petíciót azzal kapcsolatban, hogy ügyvédtársaival együtt határolódjanak el attól az ügyvéd kollégától, aki ezeket a feltételezett bűncselekményeket elkövette. A válaszreakció az ügyvédek részéről nagyon megosztott volt, és azt gondolom, hogy leképezi a társadalom jelenlegi véleményét ezzel kapcsolatban. Tehát megtalálható a vélemények között a teljesen elítélő és az elfogadó is, és ennek a középértékei. Minden esetre az megállapítható, hogy maga a videónak a közzététele, illetve az abban látott cselekmények, azok megosztották az ügyvédséget.
Tehát sokan azt mondták, hogy a magánélet körébe tartoznak ezek a dolgok. Az nyilvánvaló, hogy jelen esetben beszélhetünk a magánélethez való jogról, de másfelől meg ott van mellette a közérdek. A közvéleménynek tudnia kell arról, hogy kik a választott képviselői, hogyan élnek, mennyire példamutatóak. Habár azt gondolhatnánk, hogy ez a botrány kellően nagy volt ahhoz, hogy az ellenzék is kellően felkapja, tévedünk. Amint meginok Borkai széke, azt látjuk, hogy először a helyi Jobbik falcol le, jaj, most, hogy esély van arra, hogy valamit csináljak, bele kéne állni valami csatába, azt én nem vállalom, mert akkor valóban sérülhetek. Lehet, hogy rólam is van egy videó. Aztán ugye a helyi összefogós ellenzéki jelölt az, aki kiáll, és lényegében arról beszél, hogy azért nem biztos, hogy ő jobb, mint a Borkai, meg hogy vannak a Borkainak előnyei, meg ő nem is nagyon beszélne erről, és országos szinten is azt látom, hogy amikor erről nyilatkoznak vezető politikusok, ha egyáltalán nyilatkoznak, terelik a témát. Én azért vártam napokig az első nyilvános megszólalásommal, mert önkormányzati képviselőként, az ellenzék közös polgármester jelöltjeként felelősen akartam cselekedni, tisztán akartam látni. A szakértők álláspontja az, hogy azért nem lesz ennek az ügynek hatalmas hatása az önkormányzati választáson, mert ahhoz tényleg az kellene, hogy legyen, aki ebbe beleáll. A sajtó egy része beleáll, a kormányoldali sajtó elhallgatja, a Fidesz nem beszél róla, az ellenzék pedig szemérmes és megértő az ügyben. Így elképzelhető, hogy a győri választási eredményekre hatással lesz, de még ez sem biztos. Sok más helyen a világban a politikusok ilyen módon való lejáratása már eddig is bevett kampányelem volt, nálunk ez eddig nem volt jellemző, úgyhogy az mindenféleképpen elmondható, hogy Magyarországon ez volt minden idők eddigi legdurvább kampánya. Hogy ez milyen hatással volt a választásra, azt megtudhatják a választási műsorunkból, úgyhogy mindenféleképpen tartsanak velünk. A heti naplóban Török Réka riportját látták.